Öt dolog, amit nem tudtál a varról. The 2D line on the boot. And stop. I'll check in. Complete. Check complete. It's fine. Perfect. Yeah. Off. Thank you, mate. Wait. On-field decision was offside. Egy, már egy évtizede belünk van. A VAR-t a 2010-es évek elején kezdte kifejleszteni a Holland Labdarúgó Szövetség. A holland első osztályban már a 2012-2013-as szezonban tesztelték. Miután a VAR-t ellenző Sepp Blatter FIFA elnök korrupciós botrányban megbukott, a rendszert 2016-ban élesben is használták egy holland meccsen. Kettő nem robotbíró. A VAR rendszer olyan, mintha plusz szempárok vizsgálnák, mi zajlik a pályán. A technológia révén segíti a játékvezetőket a fontos döntések meghozatalában, de egyelőre nem robotizált. 3. Nem videóbíró. A VAR-t gyakran szokták videóbírónak fordítani magyarul, ám ez olyan tévképzeteket kelt, mintha a VAR szobában ülők önállóan döntést hozhatnának, vagy felülírhatnák a pályán született ítéletet. Ám a VAR önmagában nem hozhat döntést, a pályán mindenképpen meg kell születnie valamilyen ítéletnek ahhoz, hogy a VAR-t segítségül lehessen hívni. A végső döntést pedig mindig a pályán bíráskodó játékvezető hozza, a VAR szobában ülők tanácsa nyomán. 4. Csak bizonyos esetekben segíthetnek a bírónak. A VAR szobában ülők olyan játékvezetők, akik hozzáféréssel rendelkeznek a mérkőzés felvételeihez, és csak úgynevezett egyértelmű és nyilvánvaló hiba, vagy súlyos mulasztás esetén segítheti a játékvezetőt a következőkkel kapcsolatban. A. Gól nem gól, B. Büntető nem büntető, C. Közvetlen piros lap, azaz második sárgánál nem vehető igénybe, illetve D. Téves személyazonosság, amikor például rossz embernek ad lapot a bíró. 5. Elvileg a pontosság a cél. A VAR döntéshozataloknál a szabálykönyv szerint fontosabb az, hogy minél pontosabb legyen az ítélet, mint hogy milyen hosszú ideig tart meghozni azt. Ugyanakkor a meccseken azt látjuk, hogy sokszor a bíró és a VAR szobában ülő segítői igyekeznek minél hamarabb meghozni egy ítéletet, ami sokszor hatással van a döntés minőségére.